Sziasztok, Nagy Róbert vagyok, az Agrobarjó Kft-nél a fenderőgépek termékmenedzsere. Egy újdonságot hoztam el nektek, az új 600-as szériát. Ne ugorjunk ennyire előre, hiszen a Fennnél a 600-as széria az már, hát mondhatom, hogy velem egykorú. Van egy barátom, akinek egy 78-as friss kiadású 612-es LSI-ja van az udvarban, és nagyon szereti, mai napig dolgozik a gép, most már ilyen 20.000 üzemóra van benne. És ugye sokáig nem volt a Fennnek a palettáján a 600-as széria, most újra megjelent. Ez egy teljesen új építésű gép, amit legelőször tavaly az Agritechnikán mutatott be, mint hazai nemzetközi kiállításon a Fenn, és most első ízben látható Magyarországon. Megkaptuk a Fennnek a demógépét a NAK kiállításra. Itt fog először úgymond debütálni élőben ez a gép. Amit tudni kell róla, egy kicsit nagyobb lett, mint az 500-as, ugye nyilván ezért is pozícionálták egy kicsit fölé, ugye ezért lett a típus a 600-as. Négy méretben érhető el. A legnagyobb tagja az gyakorlatilag, ami itt van, ez a 620-as, ugye a jól bevált Fender számozás szerint, ugye a 6-os a szériát jelenti, a 20-as az pedig a 200 lóerős teljesítményre utal, ami valójában 206 lóerőt tud csúcs teljesítményben leadni. Ami érdekesség, hogy megmaradt a négy hengeres technika, tehát azért ilyen kompakt látjuk, hogy rövid. Ez egy ilyen igazi mindenes traktor, tehát akár családi gazdaságok csúcsgépe, vagy nagyobb gazdaságokban univerzális erőgépként használható. Motortechnikában az EcoPower 4 hengeres, 5 literes motort kapta meg, ami alacsony motorfordulat koncepcióval rendelkezik, tehát 1900 a maximális fordulata, de mivel nagyon nagy a nyomatéka, alacsony fordulaton dolgozik szépen, tehát igazániból a fogyasztása és az élettartama is ugye ennek köszönhetően ugye sokkal hosszabb, illetve takarékosabb motortechnika, és emellé megkapta a nagy testvérekből már jól ismert Vario Drive hajtásláncot, aminek ugye az a sajátossága, hogy az első híd az teljesen független van meghajtva ugye a hátsótól, és gyakorlatilag ugye 25 km/h állandó összkerékhajtású a gép, és e felett pedig átvált hátsókerék meghajtásra. A hajtásban ugye az első híd az megszokott ugye rugózott, ha már rugózott a híd, akkor ugye látjuk, hogy ő is egy alvázas traktor, ugye fentől ez megszokott, hogy van egy öntvény félkeret váz, amiben be van illesztve a motor, és ugye erre épül fel maga a hosszanti lengőkar, ugye a rugózás, ami egy jól bevált ugye hosszanti lengőkarral, hidropneumatikusan szintszabályzott és terhelés érzékelt rugózásról beszélünk. A Vizio Plus Comfort kabin, ha már rugózás, akkor 3 pontos légrugós felfüggesztést kapott, ami tényleg valóban egy kényelmet, komfortot nyújt. Futóműre, ha kitérünk, akkor itt látjuk, hogy ez a gép fel van szerelve abroncsnyomás szabályzással, tehát ennél a 600-as szériánál már az elérhető, az rendelhető opció. Ugye menet közben, tehát akár haladás közben is tudjuk az abroncsnyomást változtatni, be tudjuk állítani a terminálon, lehet kiválasztani vagy beállítani előre egy szántóföldi, egy országúti abroncsnyomást, és ugye ezzel ideálisan tudjuk a taposást csökkenteni, illetve a vonóerőt növelni, országúton pedig ugye keményebbre fújt abroncsokkal tudunk akár 50 km/h-val is száguldozni ezzel a géppel, akár 1250-es motorfordulat mellett, tehát nagyon takarékos tud lenni akár vonulásban, akár szállításban ez a gép. Ha az elejét egy kicsit megnézzük tüzetesebben, ugye ez egy jól felszerelt gép, hiszen bemutató gép, ugye még látjuk, hogyha vágyszeműek egy osztalgai, ugye OAL rendszámmal van ellátva a gép, tehát tényleg a német demógépet kaptuk meg, úgyhogy ezt majd sajnos tovább is kell adnunk, de majd megalkudunk velük, hogy azért össze kipróbálhassuk ezt a szántóföldön is, ne csak így megmutatni tudjuk ilyen rövid időre a kiállításon. Ha megnézzük az elejét, hogy jó felszerelt, ugye frontfüggesztés, ugye itt is már a háromféle ugye frontfüggesztés elérhető, tehát az egyszerű emel-süllyeszt úszik funkcióval, vagy akár lehet függesztés nélkül, ugye komfort orsúlytartóval, ahol hidrugózással tudom letenni az orsúlyt, illetve lehet egy szintszabályzott, illetve lehet még egy tehermentesített frontfüggesztés is választani, ami ugye kasszálásnál nagy segítséget nyújt, hiszen alátámasztási nyomást tudok neki adni hidraulikusan, és ez a teljes emelési tartományában rendelkezésére áll a gépnek, tehát nem kell a kaszatermentesítő rugóra bízni ezt a termentesítési feladatot, hanem maga a hidraulika megoldja, tehát ezzel vagy a kaszán tudunk spórolni, vagy pedig sokkal jobb munkaminőséget, nagyobb tempóval tudunk dolgozni, hiszen nem fog a fronteszköz ugye a talajra belesüllyedni, tehát tudok átvenni, vagy akár egy tolólapnál például, ha valaki már nem nagyon van tél,
nálunk hó, de hogyha ilyen van, akkor a tolólapnak a súlyát át tudom venni az első hídra, tehát sokkal biztosabb a talajfogása, a kormányzása a gépnek. Ami megjelent itt ugye elektronikai érdekesség, izobusz fronton, tehát ugye eddig mindig megszoktuk, hogy a traktor hátulján van izobusz csatlakozó, ugye munkagépekhez különféle vetőgépek, permetezők, műtrágyaszórók, ugye most már egyre több gép él ezzel, hogy nem kell plusz terminált beépítenem, de ugye megjelentek a kapcsolt kombinált eszközök, például a fronttartályokhoz, vagy akár vegyszer kijuttató tartályokhoz ugye lehet most már ugye frontizobuszra csatlakozni, és akkor nem kell össze-vissza kábelt húzgálni a gépen hátra, Y-nal killódni, megoldható. Egyébként a megszokott fennvanos kezelőfelületet találjuk a fülkében, most már lehet mondani, hogy szinte minden széria ezzel van ellátva, és akár 5 darab izobuszos gépet képes egyszerre kezelni, megjeleníteni ez a traktor. Hogyha egy kicsit átnézzük még jobban, akkor azt mondom, hogy a futóműről annyit, hogy ugye kerekezés, itt most látjuk, hogy jó széles abroncsa van, ugye eléggé ugye hátul 7-10-es, elő pedig 600-as abroncs. Nyilván ez választható, ki mire szeretné használni. Én azt mondom, hogy ez így egy jó kiállású gépet mutat ezzel a széles abroncsozással. Tehát aki sokat szállít, zöld munkázik, vagy éppen talajon is, biztos, hogy kényelmes, komfortos egy szélesebb abroncsválasztás, de nyilván felszerelhető ápolókerekezéssel, tehát hogyha valaki sorba szeretne vele járni, ápolási munkákat elvégezni, akkor maga a híd kialakítás olyan, illetve látjuk most is, hogy be van elég jó kormányozva, nagy a bekormányzási szöge, tehát fordulékony marad még ápolókerékkel is, tehát ez az 1500-1600-as nyomtáv, amit itt ugye a kukorica napraforgó kultúrában gyakran használunk, abba berakható még ez a gép is, tehát valóban univerzális tud lenni. Ha tovább sétálunk, ugye meg tudjuk mutatni itt a Varjogripnek a burkolata, ugye most ebbe nyilván bemutató gép, ugye sokat szállítják, ezért nincs benne keréksúly, de természetesen keréksúlyt is tudunk beletenni, illetve itt van egy védő burkolat, ha nincs rajt súly, a tömlőzésnek a védelmére, tehát abszolút védve van maga a nyomásállító rendszernek a csövezése, hát ez mind érdekesség. Hátuljához érünk, akkor látjuk a megszokott kihelyezett köröket, ugye ez a jól megszokott DUDK, nem káromkodtam, hanem ez a német fordításban ez a nyomás alatt kapcsolható hidraulika csatlakozókat jelenti, amikor van egy kis kézi kar, amivel ugye nyomás alatt is ki tudom akár húzni a gyors csatlakozókat, illetve a load sensing, LS kör, LS csatlakozó, vagy power bion, ki hogy hívja. Ugye itt érdekesség, hogy ez a lapos, cseppmentes gyors csatlakozókkal van felszerelve, ez is egy kérhető opció. Ugye nálunk azt mondom, hogy ez még nem annyira, hiszen a munkagép gyártók oldaláról is akkor ugye ennek az ellendarabjának kell lenni. Általában az egyszerű, hagyományos gyors csatlakozókat használjuk, de kérhető, sőt akár a hagyományos vezértömbök is kérhetők ezzel a csatlakozóval. Ugye megjelenik itt is az izobusz csatlakozó természetesen. Vannak plusz dolgaink, tehát mivel bemutató gép, rajt van például egy ABS vezérlő csatlakozó, tehát hogyha egy teherautó pótot húzunk, aminek 12 voltos rendszere van, akkor meg tudja a traktor vezérelni az ABS csatlakozót, illetve ugye két vezetékes légfék megszokott. Van egy érdekes csatlakozónk, amit itthon egy-két gazda vásárolt már opcióba ilyet. Igazán nem is értem, hogy a mezőgazdaság miért nem tért át arra. Ez egy úgy hívják, hogy duomatic kuplung, a két vezeték ugye egyesítve van, gyakorlatilag ugyanaz a légfék, a két vezetékes légfék, ugye teherautós kollégák ismerik ezt, hiszen a teherautókon ez a bevett, és nagyon egyszerűen lehet csatlakoztatni, nem fordul ki a gumigyűrű, meg hát nem kérél a szomszéd a pótkocsit, hogyha ilyen csatlakozónk van rajta nyilván, de ez egy nagyon ügyes, aki gyakran akaszt föl le pótkocsit, annak ez egy praktikus megoldás, tehát ez az opciós elérhető a fent világában, nyilván a többi gépre is, nem csak a 600-asra. Ugye a 700-asból már ismerős lehet egy kicsit a hátulja a Gen 7-esből, ugye ezt a lámpát, ezt a dizájnt, ezt a sárvédőt kapta meg, ugyanúgy, ahogy a Vizio Plus fülkét. Ugye megszokott a sárvédőn ugye a függesztőmű, TLT, és ugye egy pár kihelyezett kör is működtetése is kívülről helyt kapott, úgyhogy nagyon komfortosan lehet akár egy hidraulikus harmadik pontot is működtetni kívülről, nem kell beszállni a fülkébe, vagy akár munkaeszközbeállításnál, hogyha hidraulikus állításon van, akkor nem kell befutkozni a fülkébe, kiválasztom, melyik kört szeretném vezérelni vele, és akkor gyakorlatilag a sárvédőről mindkét oldalról elérhető ez a dolog. TLT, egy picit talán érdekesség, hogy ugye fronton beszéltük, hogy front TLT-vel van szerelve ez a bemutatógép,
Ugye ott a szabvány fordulat az ezres, és ugye a szembeállok a géppel, akkor mindig balra forog, de hát a fronteszköz gyártók tudják ezt jól, tehát biztos, ha valamit frontra szánrak, akkor az fog működni vele. Hátul viszont 4 fokozatú a TLT, ahogy a 700-as nagy testvéréhez hasonló, tehát van 540, 540 ECO, 1000 és 1000 ECO fordulatunk, tehát lehet változtatni ugye a fordulatokon. Most már a gépgyártók is például egy kaszakombinációnál, hogyha nem biztos, hogy kéri a frontkardánon az 1000-es hajtást, lehet, hogy elég neki egy 750-es fordulat, tehát ezzel még kedvezőbb lesz a fogyasztás, hogy kisebb motorfordulat mellett tudunk dolgozni vele. Akkor viszont a hátsó kaszát mondjuk hozzá tudjuk illeszteni, hogyha az nem eco kivitel úgymond, akkor azt tudjuk itt hajtani mondjuk 540-nel vagy 1000-rel, és akkor megint tudunk egy kicsit spórolni talán az üzemanyagba. Mit nem említettem még? Ami érdekesség, van egy fehér hétpólusú csatlakozónak látszó dolog, ami valóban egy hétpólusú csatlakozó, csak mégsem olyan, mint a pótkocsinak a csatia. Ez gyakorlatilag egy biztonsági funkciót lát el, hiszen ebben a gépben benne van az az opció, hogyha talajkormányzású pótkocsi hidam van, tehát egy tandem pótkocsinál mondjuk a második tengely az talajkormányzott, akkor azt ugye tolatáskor egy kiejezett kör segítségével nyomást kell neki adni, hogy kiegyenesedjenek a kerekek a tolatáshoz, vagy pedig ha nagyobb sebességgel közlekedek, szintén le kell zárni ezt a hidat, hogy a nagyszerű utaknak a nyomvájúja ugye ne dobja meg a pótkocsit. Ezt egy automatika meg tudja oldani a fendeknél, kiválasztom, hogy melyik körbe dugom bele ezt a pótkocsi hídzárnak a csatlakozóját, és onnantól kezdve le tudom állítani, hogy ha tolatok a géppel, akkor lezárja a hidat, ha lassan megyek, akkor oldja, tehát hogyha forgolódok a magtárba, akkor kis íveken, akkor megint elengedi úszóba, ha pedig fölgyorsítok, be tudom állítani, mit tudom, 15-20 km fölé, akkor megint lezárja a hidat. Tehát a kezelő nem felejti el, ez egy nagyon jó, én azt mondom, hogy biztonságtechnikai dolog. Viszont ugye nem szabad elfelejteni, hogyha ne adj Isten egy összecsukható eszközt, egy kombinátort fölteszek, és ugyanebbe a körbe dugom, és a pilóta úgy felejti, akkor lehet, hogy ez vicces lenne, hogyha a körforgalomban lassít és elkezdené szétnyitni. Ezért van ez a biztonsági dugasz, aminek az ellendarabját a pótkocsira kell rögzíteni, ez jár hozzá, és ha ez be van dugva, csak akkor aktív ez a funkció, csak akkor lehet aktiválni. Tehát nem az a megoldás, hogy földobjuk a traktor hátuljára, és mindig be van dugva, mert az balesetveszélyes, hanem igenis ezt a pótkocsira kell rögzíteni, és akkor csak akkor működik, ha ez be van dugva ez a dugasz, akkor aktív ez a funkció, ez az automata pótkocsi hídzárnak lehetne talán szépen titulálni. Jó, kívülről szerintem körbejártuk, gép belsejéről egy pár gondolat. Ugye megszokott, fent van kezelőfelület, ami érdekesség, hogy láthatjuk az opcionális harmadik terminált, ugye a műszerfalunk is most már egy kijelző, egy 10-szoros, a karfában ugye 12-szoros integrált érintőképernyős, és kaptunk egy plusz felületet, szintén 12-szorban, amire tetszés szerint ugyanúgy kirakhatok bármilyen felületet, tehát megoszthatom a kijelzőket. Ami érdekessége, hogyha itt nem akarok vele nagyon foglalkozni, hogy zavar a kilátásba, akkor megosztható, tehát gyakorlatilag csináltok belőle egy 6-szoros kijelzőt, vagy ha nem tetszik, akkor ki is kapcsolhatom, ne zavarjon, tehát így feltolható a fülkébe, ez egy jó pofa megoldás. Tehát bekerült már ebbe a gépbe is egy opcióba egy külön hűtődoboz, ami valóban egy kis hűtőtáska. Ugye a 900-as szériában korábban megvolt, ott volt elég hely a fülkében, ott egy kicsit nagyobb doboz került be. Ennek az érdekesség, hogy ezt tud hűteni-fűteni, egy teljes értékű valóban hűtődoboz, hűtőtáska, és akár kivehető, tehát van egy kis füle, ki tudom venni, van egy tartókonzolja, egy kard elhúzok, és akkor kioldom a reteszelést, és akkor gyakorlatilag akár haza is tudom vinni, be tudom pakolni a sört, elemózsiát, és ezt hidegen-melegen tudom tartani vele. Tehát a megszokott kis boxok, kis tárolórekeszeken kívül ugye van egy komoly hűtőtáskánk, hogyha ezt szeretnénk. Mivel nincsen ugye külön rádióm, hiszen most a terminálba integrált rádiót használja a szerkezet, tehát innentől kezdve gyakorlatilag itt van egy ilyen rádió felület, amin gyakorlatilag be tudom állítani, vagy zenét tudok hallgatni, Bluetooth-on keresztül össze tudom kapcsolni. Ez az infotainment csomagnak a része, hogyha valaki ezt választja. És ugye integrálva van a 8 darab kis mikrofon, ugye bármerre forgolódok a traktorba, akkor jól hallania, aki beszél ugye telefonon, hiszen ugye nem egy személyautó, nem fixen ülünk egyfolytában, hátra nézek a munkaeszközre, a terminálra, ugye forgolódik az ember, ezért 8 darab kis mikrofonnal oldották meg, hogy jó legyen a hangminőség.
mert ez is benne van a Bluetooth-os kihangosítás, hogyha nem alap rádióval szereljük, hanem a gyári infotainment csomaggal, akkor ugye a rádió helyén kapott helyet ugye egy USB csatlakozó, illetve a kis RC csatlakozó, 3,5 jack. Van még további lehetőség, ugye gondolhatnánk, hogy ez miért kell ide nekünk. Lehet beépíteni tahográfot, ugye van, ahol előírás ez, hogyha teherautóként használják a traktort, akkor lehet tahográfot is beépíteni. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a belsejéről egy dióhéjban ennyi. Ha szeretnétek látni, kipróbálni, akkor keressétek az üzletkötő kollégákat, illetve akár engem is személyesen, vagy telefonon, látogassátok a honlapot, illetve mostanában a kiállításra gyertek el, és itt élőben láthatjátok ezt a gépet. Köszönöm!